Rágultak az üzemanyagok, a kormány újabb figyelmeztetést küldötte miatt a kereskedőknek. Nagy Márton tárcája az árak csökkentését kérte, ellenkező esetben kormányzati beavatkozást helyeztek kilátásba. Vendégünk Egri Gábor. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Megint a benzin, megint a gázolaj, megint ez a benzinkutakkal van a baj. Ez egy jó téma, igen. Hát ez jó téma, mert ha valaki elindult tankolni, akkor azért nem örül annak, hogy megint 611 a gázolaj átlagára, 606, 606 a Igen. benziné, meg annak sem, amit ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumtól tudunk éppen a mai napon ki egy közleményt, hogy a környező országokban olcsóbb. Hát akkor megint mi történt? Nem tudjuk, mi történt. Tehát ugye szét kell bontani ezt a kérdést, hogy többször beszéltünk róla, hogy van a nemzetközi jegyzés, tehát a nemzetközi helyzet. Április 4, június 4 között drasztikusan csökkentek a jegyzések. Választása előtt ezt láttuk, hogy drasztikusan beszakadt a üzemanyagár. Június után, vagy június közepét ut után elindultak a zárak fölfele, tehát most 87 dolláron vannak. A Brent jegyzés, tehát a nemzetközi jegyzés az egyik hordozója az árképzésnek. A másik legjelentősebb hordozója a magyarországi árképzésnek az pedig pont a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Adópolitika, mert a termékben 50% az adó mértéke. Tehát akik tudnának tenni igazából az a árakért, az egyértelműen a magyar adópolitika. Jó, de amikor azt mondja a Nemzetgazdasági Minisztérium, a szomszédországban 606, nálunk 610 a benzin, a szomszédországokban 611 a gázolaj, nálunk 629, akkor azzal az ígéretükkel mennek önök szembe benzinkutasok, mondja azt a, a minisztérium, hogy középárat fognak mostantól tartani, és hogyha ezt nem tartják, akkor majd ők beavatkoznak. Hát a kormánynak joga van beavatkozni bármikor, 22-ben beavatkoztak. Én azt gondolom, hogy ez egy országos ellátási problémához vezetett, tehát Magyarország elég a gazdasági csőd szélére jutott, ugye láttuk az ellátatlan városokat, ellátatlan falvakat, és vissza kell térnem arra, hogy nekünk, mint magánbenzinkutasok, tehát mi vagyunk a legkisebb szereplői ennek a szektornak, tehát ráhatásunk az árakra nincs, mi követjük a piaci szereplőknek az árait. Itt ugye van egy magyar domináns olajiparvállalat, ami meghatározza Magyarország árakat, és van egy magyar kormány, aki az adópolitikával amelynek ugye a terméknek 50%-a adó, úgy szintén meghatározza az árakat. Tehát mi csak követni tudjuk a trendeket. Akkor ezzel azt is mondja egy egyúttal, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium egy ilyen közleménye valójában a molnak üzent? és aztán a sor végén önök vannak, hogyha ha mód csökkent, akkor majd a független kutasok is csökkentenek? Hát mi, mi már ott a fal szélén vagyunk, vagy a, vagy a, szakadék szélén, tehát mi már nem tudunk, nem tudunk hova csökkenteni, tehát nem látjuk azt az árést, árést tömeget a üzemanyag kiskereskedelem, amit a Nemzetgazdasági Miniszter számol. Szerintem valamit mi nem értünk. Amikor a mód csökkenti az árakat, akkor az nem azt jelenti, hogy önök felé is csökkenti, akiknek szállítja az üzemanyagot? Tehát úgy néz ki, hogy a MOL csak a nagykereskedelmi árakat növeli, vagy csökkent, és ehhez alkalmazkodnak a kiskereskedelmi hát árak. Hát akkor, hogyha a MOL csökkent, mondjuk 5 forintot, akkor így önök van, is tudnak 5 Így van, van csökkenteni. muszáj csökkenteni, muszáj csökkenteni, mert aki nem csökkent, ugye az piacot fog veszteni. De annyival olcsóban is kapják? Valószínűleg igen. Tehát ez, ugye minden, ez egy szabadáros termék, tehát mindenki úgy mozgatja az árait, ahogy neki jól esik, de az elmúlt 30 évben ez így volt, hogy akár áfor, akár mol, annyival csökkentették a kutak az árakat, amennyiben a mol a nagyker árakat befolyásolta, illetve csökkentette vagy növelte. Tehát ezt a magyar kormánynak meg a molnak kell egymással megbeszélnie, hogy a magyar kormány nagyon sokat segített a molnak, 22-esben, amikor elkezdődött a háború, a mol ellátását a a magyar kormány biztosította, rendkívül sok adókedvezményt, meg nagyon sok adót is vetett ki a morra a magyar kormány. Tehát tulajdonképpen ez a két szereplőnek kell ezt a, ezt a meccset, hogy úgy mondjam, megvívni. Önök feje fölött zajlik ez? Hát, ha most a 22-es évet nézem, akkor a mi kárunkra. Uh -huh. Ehhez képest, amiről beszélünk, szombaton 3 forinttal emelkedik a benzinára, a gázolaj most változhatóan marad. Sőt, lehet, hogy jövő héten még tovább is emelkedhet, de lehet, hogy marad. Tehát jelenleg nagyon dinamikusan emelkednek a nemzetközi piaci helyzet miatt a az olajjegyzések, tehát ez magával vonja a termékjegyzéseknek a növekedését is, de reméljük, hogy valahol stabilizálódnak az árak, tehát nekünk, mint független benzinkutaknak, ráhatásunk a piaci árakra a minimálisnál is kevesebb. Ha azt mondja a mol, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium valami ilyesmit követel sorok közt, azért lehet olvasni, hogy 18 forinttal legyen olcsóbb a gázolaj akkor önök is azt mondják, hogy jó, akkor annyival olcsóbb? Hát nézze, a MOL az egy viszonylag kis szereplője a magyar kiskereskedelmnek. Tehát a 2000 benzinkútból 450 mol -kút van. Hát de akkor is az történt, hogy a MOL csökkentett az árakat meghalva a igen, szabadt, és ment utána kérdés, mindegy. kérdés az, hogy a, 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 magyar piac nemzetközi szereplői követik -e ezt, vagy nem, vagy kivonulnak, vagy bezárnak, vagy azt mondják, nem értékesítenek üzemanyagot. Tehát ez egy nagyon kiélezett ezt kérdés. Képzelni? mindent el tudok képzelni. Jó, a fantáziánk van, de tehát mennyire nincs, reális két... az, hogy azt mondja a Shell, hogy ja, hát ennyiért nem? Hát miért ne? A Shellnek, tehát a nagy nemzetközi cégeknek, akik Magyarországon jelenben vannak, tehát a, a nemzetközi forgalmukban meg piaci jelenlétükben a magyar piac egy, hát a pont után a nulla, nulla, nulla környére kolerál, tehát ha ők nem adnak el itt egy litert se, akkor se történik semmi baj. Mert fenntartják fenntartják akutározott. De lehet, hogy bizonyos piaci szereplők azt mondják, hogy ilyen feltételek mellett nem vagyunk hajlandók Magyarországon kinyitni és forgalmazni. Nagyon sokan kapirgáltak a körül megoldást keresve, hogy véget ért a választási kampány, lebonyolodott június 9-én a választás, és utána kezdett el emelkedni a üzemanyagok ára a kutakon. Ön azt mondja, hogy a kettő között semmi összefüggés. Semmi, is. tehát a magyar kormánynak ráhatása a nemzetközi árakra nincs. Tehát egy amerikai tartalékazdálkodó, akinek 300 millió barerről, 600 millió barerra kell felemelni a tartalékkészletét, az meghatározza a világpiaci trendeket, és ez történt Amerikában. Tehát azt most, hogy így az árak emelkednek, egyik oldalról az amerikai tartaléknak a beszerzései, a Fednek a várható kamat döntése és az izraeli-libanoni háború áll. Tehát az, hogy 77 dollárról visszapattantak az árak 87 dollárra, nem, úgy mondanám, a nemzetközi helyzet fokozódik. Tehát a benzinkutaknak aztán égvilágon semmi közük ehhez. Értjük és köszönjük, hogy elmondta. Egri volt a vendégünk, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszönöm. Szépen. Köszönöm a lehetőséget.